Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Latman Tamás, egyetemi tanár, nemzetközi jogász. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Megengedi, akkor elmondjuk a nézőknek, hogy hol tartunk. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok. És a naptár szerint, a Luacha zsinagógai naptár szerint 5778, Civánhatának negyedik napja van. A Gergely naptár szerint 2018, 5. hónap 18-a csütörtök van. Ne felejtsük el, hogy muzulmán testvéreink ma egész nap böjtölnek, hisz Ramadán napjait éljük. A szombati gyertyadűtás időpontja május 18-án 7 óra 59 perc. A szombat kimenetele majd szombaton este 21 óra 16 perc lesz, és akkor a zsidóknál már be is áll a pünkösd, azaz a sovót. Mai heti szakaszunk, amit szombaton délelőtt olvasunk a zsinagógába, Bemidbar parasát, Bemidbar, azaz a sivatagi rész. Az euró középárfolyama 317,30, míg az angol font 363,19 a mai várható hőmérséklet, mindazt a híradóban is látták. 12 és 23 Celsius fok között várható. Öltözenek rétegesen, figyeljenek oda a folyadékháztartásokra, most helyezzék magad gyorsan kényelembe, vegyék be a tablettáikat, és miután mindez megtörtént, akinek el kell menni, az állítsa a készülőkét felvételre, vagy nézze meg az ismétlést. Aki maradt, helyezze magát kényelembe, és már is repülünk Latman Tamás professzorral a távoli Közel-Keletre. Milyen géppel szeretne repülni? Hát lehetőleg valami olyan, ami viszonylag gyorsan odaér, bár én alapvetően szeretek repülni, úgyhogy majdnem minden. Akkor repüljünk egy Concorddal, ma az már úgy sincs, és akkor ez nem egy hirdetés, azzal hamar odaérünk. Nagy napokat élnek ma a zsidók a Közel-Keleten, hisz 75. évfordulóra emlékeztek Jeruzsálem újraegyesítésére, felszabadítására és újraegyesítésére. Az újkori zsidó állam területén megnyílt az általuk vélt fővárosban az amerikai nagykövetség is. Ők ünnepeltek, azok meg, akik Ramadán tartanak, meg azok közül azok, akik általában a terrorizmussal foglalkoznak, nem örülnek. Ők a Nakbára emlékeznek, azokra a napokra, amikor a zsidó állam létrejött, ők ennek nem örültek, nem örülnek a kerítésnek, és annak sem, hogy nekik csak Jeruzsálemben egy konzulátusuk van, Kelet-Jeruzsálemben, akkor miért van a zsidóknak nagykövetségük? No, ez a mai témánk. Alapvetően azt abban messze menőkig egyetértek, hogy ebben a témában ezt nem szerencsés leszűkíteni, akár vallási, akár nemzetiségi kérdésekre. Tehát a mostani helyzet, ugye néhány nappal ezelőtti, maradjunk annyiban egyőre, mert vizsgálatok, én vizsgálati eredményekre várok, hogy pontosan mi történt, miért történt, hogy történt. Az amerikai nagykövetség költöztetése miatti tüntetések és tiltakozások, és az azzal szemben... Nem lett volna amerikai követség költöztetése, először ez nem egy új dolog, ez azelőtt Nyugat-Jeruzsálemben, mint konzulátus működött. Tehát csak kicserélték a táblát, és ezekben a napokban minden évben 1948 óta a palesztinok tüntetnek. Ez nem kérdés, viszont azért annak mégis egy kiemelt politikai súlyt ad a dolognak, az amerikai nagykövetségnek a nagykövetségként való beköltöztetése. Az sem segít a helyzete, hogy ennek a nagykövetségnek ugye a... Egy gázai 8 gyerekes családnak ettől olcsó vagy drágább lesz a nem, te... természetesen nem, és pont azért szeretném mondani, hogy ennek a helyzetnek a bonyolultságát jól mutatja az, és a megnövekedett politikai súly, amit az amerikai nagykövetségnek a költöztetése jelent, az bizony alkalmas volt a másik oldalon arra, hogy például a Hamas erre több embert mozgósítson, ha szabad így fogalmazni. A kommunikációs térben ez komolyabbként, súlyosabbként adja el, ami ugye vissza tud csatolni arra, hogy újabb embereket, több embert tud erre mozgósítani, radikálisabb szereplőket tud erre mozgósítani, aminek eredményeképpen abban a zónában az izraeli ellenintézkedések is adott esetben radikálisabbak voltak. Olyannyira radikálisak, hogy 51 halálos áldozat, 70 közül 51 Hamász nyilvántartott
kezükhöz vértapadó terroristája. Ezt azért én kicsit óvatosabban fogalmaznék most azt, hogy valakinek valami bekötése van a Hamászhoz, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illető egyébként... a gázai hírügynökség megerősítette. Igen, de ez nem feltétlenül jelenti azt, ne felejtsük, hogy a Hamász azért a, a gázai hírügynökség értelmezésében, a palesztinok értelmezésében a Hamász nem egy terrorista szervezet. Ugye Magyarországon is voltak olyan esetek az elmúlt sok évben, amikor valakiről kiderült, hogy ő mondjuk a Hamásznak küldött valamilyen segélyszállítmányokat Magyarországról, viszont az illetőről egyébként nem lehet azt mondani, hogy terrorista, mert egy Magyarországon praktizáló orvos. A Hamásznak azért, a Hamász mint szervezet, amellett egyértelműen én is terrorista szervezetnek tekintem, tevékenységét tekintve azért nem csak terrorista tevékenységekkel foglalkozik. Nem, iskolákkal, orvoslással, tehát egy népsegítő alulról szerveződő szervezet, mely iskolák, kórházak tetejére kilövő rakéta kilövőket helyez el, és emberek civil lakosság életében okoz kárt, és nem konvencionális módon folytat háborút hadsereggel, hanem civil lakossággal. Nem véletlenül, mindez direkt csinálja, ez azért csinálja természetesen, hogy a modern háborúknak van egy PR frontja. Hát a modern háborúk nem csak fegyverekkel és nem csak életek elvételével zajlanak, hanem azzal a megfestett képpel is, amit a sajtóban lehet építeni és kiépíteni. Abba győznek. Ebben jellemzően a palesztin-izraeli konfliktusban a palesztin fél, most tök mindegy, hogy milyen szervezetek azok, akik éppen mondjuk domináns szerepben vannak, jellemzően tud nyerni a legtöbb esetben. Ugye megvannak ennek a kommunikációs trükkjei, ezeket mindannyian ismerjük, a kamera előtt meghalt holttest, ami a kamera elmegy, akkor föléled és egyéb problémákat ismerjük jól. Viszont éppen emiatt, mert ez a PR szinten zajló csata folyamatosan, vagy háború, ezért úgy gondolom, hogy az izraeli félnek is nagyon óvatosnak kell lennie, és ha lehet, amennyiben lehet, mindig kímélni kell adott esetben a másik oldalon azokat a szereplőket, akik mondjuk nem terroristák ténylegesen. És amikor valaki meghal, most nem is beszélve azról, amikor 50, több mint 50 halottról beszélünk, amikor valaki meghal, például az európai sztenderdek alapján az elfogadhatatlan, hogy azokat egy ilyen halálesetet ne kövessen egy nagyon szigorú átfogó vizsgálat. Én azt gondolom, hogy az izraeli fegyveres erőknek is a jelen helyzetben, én azért mondom, hogy nem szeretnék most előzetesen állást foglalni, hogy ezek az ügyek mennyire igazolhatóak, mennyire nem. De hogyha nem fogunk olyan vizsgálatokat látni, amik megnyugtatóan válaszokat adnak ezekre a kérdésekre, akkor ezt a csatát a PR fronton Izrael ismét el fogja veszíteni, ami senki nem... Én erre a beszélgetésre készülve a kora hajnali órákban el is késtem, órákon keresztül a felvételeket néztem és lelassítottam. Jól látható, hogy a terrorszervezetek képviselői a fiatalokat hogy küldik előre, és ők vannak a második sorban. Természetesen az áldozatok között ők vannak, és nem a fiatalok, mert a túloldalon lévő védelmi hadsereg azért lát és odafigyel. Ám egy ilyen ütközésnél az elején láttam a tömegoszlató berendezéseket. De van egy határ, amikor már életveszélyben vannak azok is, akik a határt védik, és akkor nincs más lehetőség. De ezt vizsgálják ki, és az ő dolgok egy biztos. Jelen pillanatban Katár elkezdett közvetíteni, és bízunk benne, hogy az események csendesednek. A kérdés, hogy ma péntek van, Ramadán van, a Templomhegyre hogy fognak fölmenni, és ott milyen rendbontásokat. De minket ugyan az emberi életek nagyon fontosak, és legyen az bárki is. Arra kell törekedjünk, hogy az élet visszaálljon. Minden területen, éppen ezért tegnap a kora esti órákban újabb izraeli, amiről már persze a világmédia nem számol be, segélyek érkeztek, úgy élelem, energia és kórházakba a szükséges szerekre. Ez eléggé visszás, előbb lövöldöznek egymás, utána megmentik egymás életét, de úgy látszik, hogy a háborúban ez van. Nem, jellemzően a háborúban nincs ez. Tehát pont ez mutatja. Mert ott játékszabályok vannak. Pont ez mutatja azt, hogy az izraeli-palesztin helyzet, és földrajzilag most Gázára koncentrálunk, mennyire egy abszurd helyzet. Azért olyat se sűrűn lehet látni, ugye Gáza az elektromos áramot Izrael irányából kapja például, tehát amikor a Gázában működő különböző szervezetek, különböző képviselői megrongálják például az elektronikai állomásokat, vezetékeket,
amiket utána az izraeli elektromos művek emberei javítanak meg, és aki látott már ilyet, hogy ezek az elektromos műveknek az emberei gyakran olyan eszközökkel dolgoznak, ahol a Gáza felüli oldalon ilyen golyóálló védőfal van, mert azok az emberek közül valaki, akik tönkreteszik ezt az infrastruktúrát, utána panaszkodnak, hogy nincs áram és rossz nekik, oda megy a másik fél, aki megjavítja ezt, de ennek a másik félnek védenie kell a saját emberét azokról az emberektől, azoknak egy másik részétől. Közben nehogy meglincseljék. Igen, szóval maga a helyzet abszurditását azt gondolom, hogy ezek a történetek nagyon jól mutatják. Én pont azt szoktam mondani, hogy ez biztos, hogy nem egy normális háború, amiben egyébként bizonyos szabályok vannak, és ahol bizonyos logika is működik, hát itt minden van, csak olyan fajta természetes logika nem. Teljesen természetes, hogy Izrael egyrészt, ugye ennek van egy jogi aspektusa, egy elég fontos jogi aspektusa, bár Izrael soha nem ismeri el azt, és személy szerint én is úgy gondolom, hogy szakmailag ez a kijelentés nem helytálló, hogy Gáza egy folyamatos katonai megszállás alatt lenne. Ugye sokan a szakmában érvelnek azzal. Palesztina autonómia szerves része. Igen, de sokan azzal érvelnek, hogy mivel a gázai övezet túlélése teljes mértékben attól függ, hogy Izrael mit biztosít, bár Izrael nincs ott fizikailag a területen, ez is egy katonai megszállásnak minősül szerintük. Szerintem ez tévedés, Izrael állam pedig ezt nem ismeri el. De ettől függetlenül az tény, hogy a nemzetközi jogban föl lehet vetni némi nemű felelősséget akkor, hogyha például ennek a területnek a túlélését Izrael nem biztosítja. Az egyszerű oknál fog, hogy valóban egyébként egy tényleges körbevétel történik. Hát mondjuk Egyiptom felől és az általuk épített alagutakon, amiken tankokat csempésznek, repülőket csempésznek, és tehát olyan alagútrendszert építettek ki, ami... Ezeket az alagútrendszereket ismereteim szerint annyira Egyiptom sem kedveli, mert Egyiptomnak is arra kellett mindig gondolnia, bár ugye Egyiptom is az elmúlt évben megváltoztak a politikai viszonyok, de az Egyiptomnak az arra kellett gondolnia, hogy amiket Egyiptomból gázai vezetben ezeken az alagutakon be lehet csempészni, az bármikor vissza is lehet csempészni, és Egyiptom azért annak nem örült, amikor mellette egy ilyen terület. Fejezzük irodalmi módon magunkat, Egyiptom nem kér a gázai vezetből. Én azt gondolom, hogy ezt nyugodtan kibővíthetjük, és általánosságban is megfogalmazhatjuk, hogy a közel-kelet arab világa soha nem kért igazából a palesztinokból úgy általában. Mindig gondoljunk is tökéletesen. Csak 1973-ra, a fekete szeptember napjára, amikor a Jordán király utasítására több száz palesztint lőttek meg. Mindig is. A palesztinok az én olvasatomban, és szeretném hangsúlyozni, az én véleményem, de nekem mindig úgy tűnt, hogy a palesztinokat a közel-kelet arab államai leginkább csak ilyen pofozógépnek használták, illetve annak, hogy legyen valami, amit lehet mutogatni Izraellel szemben. Szerint én azt láttam, hogy az arab világnak soha nem az volt a fontos, hogy a palesztinoknak segítsenek akár az önálló államiság, akár tényleg az önigazgatás kialakításában. Nagyon jók voltak a palesztinok az arabok szemében arra, hogy lehessen gyűlöletet kelteni Izraellel szemben. Az izraeli jogsértések, meg egyéb vitatott, aggályos gyakorlatok ehhez adtak is sajnos sok esetben alapot, de azt gondolom, hogy összességében azok a palesztinok, akik például Izraelben, vagy Izrael mellett nem azzal vannak elfoglalva, hogy Izrael államon legyenek elfoglalva, hanem a saját életüket akarják azok élni. Azok nagyon jól élnek. Ők Izraeltől megkapják. Izraeli állampolgárok megkapták. És jól élnek. Így van. Használjuk ki azt, hogy én egy nemzetközi jogász. Napjainkban nagyon sokat foglalkozunk a migránsokról, a menekültekről. Libanonban nagyon sok palesztin menekült él 1948 óta. Náluk egész más a demográfia, tehát ott már 5.-6. generációról is beszélhetünk, mégsem kapnak állampolgárságot. Szíriában közel 4 millió palesztin él, belső szaporulatnak következtében. Már dédunokák születtek Damaszkuszba, és nincs szíriai állampolgárságuk. Honttalan palesztin útlevelük van. Mivel magyarázza ezt? Ezt egy viszonylag egyszerű magyarázat van ennek mögött, a dolog mögött, én azt gondolom nyugodtan kimondhatjuk. Apró korrekció, Szíriában nem olyan régen, egy pár éve az Assad rezsim lehetővé tette az állampolgárságszerzést a palesztin menekültek számára, de erre azért volt szükség, mert ugye a szír polgárháborúban az Assad rezsim kezdett jelentős pozíciókat és támogatást veszíteni, és úgy gondolták, hogy kipótolják új állampolgárokkal. És abban a pillanatban behívható katonának. Tehát alapvetően itt egy képmutatás van. Amire utaltam az előbb, hogy az arabok nagy részének, az arab államok nagy részének nem kellettek a palesztinok igazából. Nem akartak ténylegesen segíteni
a palesztin népességnek. Sokan azt érvelték az arab államok közül, hogy igazából ezt a gondot Palesztinában Izrael okozta, Izrael is oldja meg. Ugye a másik oldalon Izraelnek is a hozzáállása ez a kérdéshez. Ez az angol mandátum felszámolása. Igen, itt illetve itt a vonazokkal és a közökkel meghatározott határvonalaknál. Ami egy generálisabb probléma Afrikában is mindenhol. Ugye Izrael a mai napig nem hajlandó elismerni, hogy a palesztin menekülteknek visszatéréshez való joguk van, ami nemzetközi jogilag egy nagyon fura helyzet, hogy ugye mindig azt gondolja a nemzetközi jog, hogy a menekült hazatér, az úgy jó, és akkor rendeződik a helyzet, hogyha már haza tud menni. Ugye a palesztinoknak ez az opció legtöbb esetben nem áll rendelkezésükre, illetve ez egy fontos probléma, hogy harmadik, negyedik, ötödik generáció, vagy sokadik generáció születik meg valahol, akinek nincs állampolgársága, nincsen igazából semmije, őneki már visszatérnie sincsen hova, tehát ez a probléma innentől kezdve már régen túlnőtt a maga történelmi gyökerein, és akkor a következő tragédiája mondjuk a palesztin menekülteknek, hogy ahol vannak, ott bekerülnek a helyi belpolitikának a darálójába. Hát itt, ha már Libanont említette, akkor hadd emlékeztessek, ugye a Libanonban a keresztény falangisták által elkövetett véres merényletekre és támadásokra annak idején. Tehát ott azért a palesztinoknak nem sokkal jobb, amikor kvázi menekültként léteznek mások. Professzor úr, ennyire volt időnk ma, a jövő héten, ha teheti, visszavárjuk, és ott folytatjuk akár egy hosszabb lélegzete beszélgetése, és akkor kedves nézőim, nagyon rövid előzetesek, és következik Pünkösd ünnepén alkalmából Harag Péter, a KDNP frakcióvezetője, a Magyar Parlament tagja. Tartsanak velünk!